Sziasztok, kedves madárbarátok! Rigó Zsófi Zania vagyok, papagájbűvölő, és a mai napra azt a témát hoztam nektek, ami nagyon-nagyon sok embernek, papagájtartónak a vágya, mégpedig az, hogy szeretném megtanítani a madaramat beszélni. Hogyan tudom megtanítani a madaramat beszélni? Ez egy nagyon sarkalatos pont, mert nagyon sok papagájtartó azért választ papagájt, mint állatot, kis kedvencnek, mert ezt olyan cukinak tartja, hogy beszél a madár. Azt kell tudnotok, hogy általában a hím papagájok azok, akik sikeresebben és gyorsabban megtanulnak beszélni. Nagyon-nagyon ritka talán is előfordul, amikor tojó papagájok is beszélnek, de elsősorban a hímek azok, akiket meg lehet tanítani beszélni. Az, hogy milyen fajtát lehet, sokszor mondják azt, hogy ó, mert a nagyobb papagájt lehet csak, és a kicsit nem. Én már láttam és hallottam olyan hullámos papagájt, akinek legalább 15 darab szó volt a szókincse, ami azt gondolom egy gyönyörű dolog, hogy nagyon sok nagy papagáj is esetleg megirigyelni. Amiért a nagy papagájokat szokták esetleg inkább ajánlani, én ezt úgy helyesíteném és pontosítanám, hogy viszonylag a nagyobb madarak könnyebben megtanulnak beszélni, vagy gyorsabban eljutnak arra az időpontra, hogy ők elkezdjenek beszélni. De nem feltétele, hogy neked most feltétlenül jákód legyen, vagy kakadud, vagy amazon papagájod. Ezek a felsoroltak egészen szépen és ügyesen beszélnek egyébként, de nekem is van rá példám, hogy nimfák is nagyon ügyesen meg tudnak tanulni beszélni, és az említett hullámos papagájok is nagyon szépen tudnak beszélni. Itt igazából azon múlik az egész, hogy az az egyed, akit te szeretnél megtanítani beszélni, ő mennyire szeretne megtanulni beszélni. Mennyire nyitott erre az egész történetre. Mert hogy nekem például ugye azt tudom, hogy a nagy Sándorok körülbelül 10 hónapos koruk körül már elkezdenek szavakat mondogatni. Na hát az enyémek már igazából több mint másfél évesek, és még mindig csak a pick-up-út mondják. De hát nincs ezzel probléma, igazából én nem azért szerettem volna, hogy nagy Sándoraim legyenek, hogy beszéljenek, ezt be nem jutott volna, tehát engem soha nem ez motivál. És ugye azért beszéljünk a dolognak a technikai részéről is. Szeretném elmondani, hogy igazából, hogyha kimondottan tanítani szeretnétek a madaraitokat, akkor annyi a teendőtök, hogy teljesen alapszavakkal, mint a szia, hello, puszi, elkezditek mondogatni nekik ezeket a szavakat, és próbáljátok meg megfigyelni, hogy melyik az a szó, ami szimpatikus nekik. Érdemes egyszerre egy szóval foglalkozni, napjában többször. A lényeg az, hogy nagyon kevés idő, amíg ők tudnak figyelni, szóval azt javaslom, hogy inkább többször és kevesebbet gyakoroljatok, ami azt jelenti, hogy mondjuk osztátok el 3, vagy ha megtetitek akár napi 5 etapra, és akkor ezt is bele kellene, hogy építsétek a napi rendetekbe, hogy étkezés előtt, vagy etetés előtt, etetés után. Etetés közben nem javaslom, jó, hanem előtte, vagy utána, tehát valami kis rituáléhoz kötni ezt az egészet, hogy ők is tudják, hogy mi fog következni, most gyakorlás lesz, és akkor mondjuk lehet azt is, hogy tehát mindig többször keveset, és egyre csak növeljétek az adagokat, mert ugye a papagáj viszonylag kevés ideig tud figyelni, nem olyanok, mint mi emberek, közben valaki eszi a hátamat. June baba, mindjárt kiveszem, várjatok. Te vele, akkor kivettem a kis drágát, és akkor most már nem fog jönni a hátamat. Igen, mert minden áron velem akar lenni a kis drágám. Jól van. Tehát ott adottunk, hogy többször keveset. Lehet, hogy mondjuk először csak 15-ször elmondjátok neki, hogy szia, szia. Az lényeg, hogy ő fogja figyelni a szátokat. Abban az esetben, hogyha az a szó őt érdekli, maga olyan furcsa, elkezdi oldalra felé, és nézi a szádat, tehát abból látni fogjátok, hogy ez a szó őt érdekli, és ezzel érdemes foglalkozni. Amit így mondtok neki, és így lesz a bagózza már heteken keresztül, gyere ide, cica. Azt szerintem, hát nem mondom, hogy fölösleges, mert a rájöttek nyugodtan gyakoroljátok vele, de valószínűleg nem az a szó, amire ő annyira nyitott, finom a hajam, tudom. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy az alapszavakat azért viszonylag könnyen meg tudják tanulni, igazából a ti kitartásotokon is múlik, hogy oda menjél, cica, ott tegyed a hajam, jó? Ti kitartásotokon is múlik, hogy mennyi idő alatt fog megtanulni, mennyit fogtok gyakorolni, és hogy ő nekik mikor fog ez majd bejönni, meg szimpi lenni, és hát csak majd szépen magától meg fog szólalni, és tök meg fogtok lepődni, hogy ha, de jó? Igen. Szóval az a lényeg, hogy többször és keveset. Akár napjában 3-szor, akár 5-ször, ahogy nektek szimpatikus, de lényeg, hogy nem kell így 10-15 percig stresszelni őket, hogy szia, 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 mint a Berti felhúzva, mert az csak feszkózni fog őket, tehát ettől feszültek lesznek, és pont nem az fog létrejönni, amit szeretnétek. Amit mindig szoktam tanácsolni, amikor a madárral foglalkozol, oda mész hozzá, akkor legyél te is nyugodt,
aránylag pihent, jókedvű, lendületes, tehát ne akart muszájból csinálni, és most nem volt meg még a harmadik foglalkozás, és muszáj, tehát akkor inkább engedd el a dolgot, hogyha nem megy annyiszor, a fodrászom megérkezett. Gyere! Jó. Inkább engedd el a dolgot, és ne erőltess, tehát nem kell neki ilyen matematikai képletszerűen meglennie. Jó, de ha van lehetőséged, akkor, és látod, hogy a madár is nyitott rá, ez nagyon fontos, jó? Tehát, hogy mindig figyeljétek a madarat, hogy ő mit szeretne, és akkor ennek megfelelően álljatok a dologhoz. Szóval bejöttem, az a biztos, most egyből megnyugodtak, és akkor most csend és béke honol, csak most már azt nem tudom, hogy hol tartottam. Igen, tehát, hogy többször keveset kell gyakorolni, szia, sisi, puszi. Hello! És akkor takóval fejem lévő madárka már rögtön mondta, hogy hello! Igen, tehát vannak ilyen szavak, amik nekik tetszenek, és akkor azt ugye elkezdik mondogatni. Takó ugye mondja a nevét, hogy takó, takó gyere, mondja a kis haverjának Csilinek a nevét, hogy Csili gyere, és akkor hívja Csilit, hogy Csili gyere, 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 és amikor hívom őket, akkor így mondják egymásnak, nagyon cukik. Akkor Csilike ugyanúgy mondja, hogy takó, ugyanúgy mondja, hogy gyere, hello! Akkor Sanyikák ugye mondják, hogy pikabú, és akkor Pinki az, aki nálam inkább beszédesebb, akit tényleg egyáltalán nem kellett tanítani. Sisiki, te leszel a sztár. Akit tényleg egyáltalán nem kellett tanítani, mert ő, ahogy beszélek hozzájuk, egyszerűen ő így szépen elsajátítja. Tehát ami tetszik neki, az megragad, és akkor ezt rendesen még jókor, jó helyen használja is. Tehát, hogy igazából bejövök az ajtól, és mondja, hogy szia, kimegyek, akkor puszit dob, mondja, hogy puszi, tehát igazából nagyon kis cuki. Tehát ez olyan már élményszámba megy nyilván, amikor köszönéssel fogad a madarad. Hello, sis, nem esszük meg a kezemet. Hello, Mia. Tehát a lényeg, hogy többször keveset, és gyakorolni, hát nem esszük meg a pólómat. Szóval nagyon bízom benne, hogy azért sikerült valamit segítenem a témával kapcsolatban nektek, meg hogy valamit hallottatok is ezzel az egésszel kapcsolatban. Úgyhogy sziasztok, jó fegyetek, és szép madaras napokat kívánok nektek. Halló, meg próbálok integetni, csak nem hagyja sisi. Na, sziasztok!